21. fejezet. Neles kövője A tanakodók szétváltak, de előbb megfogadták, hogy mindenre, és főleg a Katicsra, még az Ertikinél is jobban fognak vigyázni. A vén szilfax fenyegetése annyira határozott volt, hogy azt számításon kívül hagyni nem lehetett. Az a kérdés merült föl, vajon a régi vezetőnek nincsen olyan eszköze, amelyen az egész Aberfloyd megsemmisítheti. Fegyveres embereket állítottak a bányatelep különböző kiárataihoz azzal a parancsal, hogy éjjel-nappal őrizzék azokat. Minden idegennek, sztár úrnál kellett jelentkeznie, hogy személy azonossága megállapítható legyen. Most már nem riadtak vissza Call City lakosaival is tudatni azt a veszedelmet, amely a telep mély munkásait fenyegeti. Árulástól nem kellett tartaniok, hiszen Szilfax a lakosok egyikével sem állhatott összeköttetésben. Nellel is közölték a biztonság céljából történt intézkedéseket, amelyek őt, ha nem is teljesen, de valamiképpen mégis megnyugtatták. Ezeknél is többet Herinek határozott kijelentése tett, hogy őt bárhová követni fogja. Így a lányka is megígérte, hogy nem fog eltávozni. Nell és Harry esküvőjét megelőző utolsó héten semmi baleset se riasztotta fel folyt. A bányászok izgatottsága, amely szinte már az egész ütemet ellakasztotta, lassanként lecsillapult, hanem azért a biztonsági rendszabályok egész szigorral fenntartottattak. Ez alatt James Starr szüntelenül kutatott a vén után, mivel a bosszú vágya öreg határozottan kijelentette, hogy Nell soha nem lehet Harry felesége, ezért tisztában voltak az iránt, hogy az semmiféle eszköztől sem fog visszariadni, csak hogy ezt a házasságot megakadályozza. Legjobbnak látszott életének lehető kimélésével őt valamiképpen kézre keríteni. Tűvé tették -e célból az egész telep minden zegét zugát. Átkutattak minden folyosót, kiválóan pedig azokat a legfelsőbb emeleteket, amelyek az Irving melletti Dandonald várban nyírodtak. Arra a föltevésre jutottak, és pedig nem ok nélkül, hogy Szilfax jóformán egy régi váron át közlekedik a külső világgal, és hogy ezen az úton szerzi be akár vásárlás, akár koldulás útján nyomorúságos életének szükségletei. A Várkastély lidércének dolgában is James Tarnak az lett a meggyőződése, hogy Szilfax a bánya erészében összegyülemlő, robbanó léget hébe-horba meggyújtja, és ekként idézte elő azt a különös teremményt. Ebben nem is csalódott, hanem minden egyéb kutatás a Vén Silfax után hiába való volt a megfoghatatlan ellenség ellen való, emes szakadatlan harcok között senki sem volt James Tarnard boldogtalanabb, ha vár azt lehetőleg titkolta. Amely arányban közeledett az esküvő napja, az arányban növekedett aggodalma, amit kivételesen az öreg bányamesternek meg is vallott, aki egyébként nálánál nem kevésbé volt nyugtalan. Végre felvíratt az esküvő napja. Szilfax semmi életját nem adott magáról. Kora reggeltől talpon állt Call City apraja nagyja. Minden munka szünetelt Aberfoyban. Előjárók és munkások tisztelegtek az öreg bányamesternél és fiánál, amivel egyébként csak tartozásukat rótták le a merész és kitartó férfiak iránt, akiknek a bányatelep újból való fölvirágzását köszönheti a sok ember. Tizenegykor volt a szertartás, végbe menendő a szentejet kápolnában, mely a Malkomtó partján állott. Az említett időben Harry karján az édesanyjával és Simon Ford karján Nellel kiléptek lakásukból. Nyomon követte őket James Star látszólag nyugodtan, igazán pedig minden mozdulatára ügyelve. Őt követte Jack Ryan büszkén a maga Piper közöltözékében. Aztán jöttek a bányának más mérnökei, Cole Citynek előkelősége, a jó barátok, az öreg bányamesternek tisztársai, és a ma nagy családnak minden tagja, akik belújja Floyd különös lakossága állott. Fent a napvilágon egyike voltam a perzselő augusztusi napoknak, amely alig tűrhetők el azokban az északi országokban. A vihar telt külső levegő, behatult a bánya és ott szokatlan magasra szökteti a hőséget. A levegő megtelt elektromossággal, úgy a szelelők, mint a terjedelmes Malcolm révén. Azt a szokatlan ritka jelenséget lehetett volna megfigyelni City-ben, hogy a barometrum jelentékenyen alásűjjett. Szinte azt kérdezhették volna az emberek egymástól, hogy nem égi háború készülődik-e itt a szikla rétegek alatt, amelyek a roppant űrnek, mint egy égboltozatát tették. Igazán azonban senkinek sem jutott itt a mélységben eszébe az, hogy a felszínnek fenyegető viharával törődjék. Mondanom se kell, hogy mindnyáján ünneplő ruhában voltak. Médzs ruhája a régi jó időkre emlékeztetett. Haját, toj díszítette, ahogy azt az öreges asszonyok szeretik, míg vállairól a rókalei omlott alá olyan négyszögletes köpenykeféle, amit a skót nők nem csekély előkelőséggel viselnek. Nel erősen feltette magában, hogy semmivel se árulja el belső nyugtalanságát. Leküzdötte szívének hevesebb dobogását, titkos aggodalmát pedig elfojtotta úgy, hogy a bátor gyermek nyugodt, elhatározott tekintete mindenkinek jól esett. Igen, egyszerű ruhácskája volt, holott módjában lett volna gazdagon öltözködni. De éppen ruhájának ez az egyszerűsége egész mi voltának valami újabb kedvességet kölcsönzött. Egész fejdésze egy tarka színű szallag volt, aminőt az ifjús kótlányok viselni szoktak. Simon Fordon olyan ruha volt, amelyet Walter Scott érdemes tartományfőnöke Nicole Jervis vetett volna meg. Mindjárt a fényesen földészített szent egyet kápolna felé tartottak. Az elektromos csomók a legerősebb áram izzítása folytán megannyi napként ragyogtak Col City egén, és az egész légkört fényességgel töltötték be. A kápolnában is élénk világosságot árasztottak szét az elektromos lámpák. Színes ablakai pedig a színszóró minden pompájában ragyogtak. Tisztelendő William Hobson úr a kápolna ajtajában várakozott a jegyesekre, hogy Szent Frigyüket megáldja. Miután a menet a Málkom szélén ünnepélyesen végighaladt, a kápolnához ért. E pillanatban megzendült a kápolna orgonája, és a jegyesek Hobson tisztelete urat követve a kápolna oltárához léptek. A pap elsősorban az Isten áldását kérte az egybesereglet lakosságra, aztán pedig szentírással a kezében az előtte térdeplő jegyesekhez fordult. Harry, kérdezte a vőlegénytől tisztelendő Habzon úr, akarod-e feleségű venni Nelt, és esküszöl -e, hogy örökre szereted? Esküszöm, válaszolt férfias, erős hangon a fiatalember. És te el folytatta a tisztelendő úr, Akarsz-e feleségül menni Harry Fordhoz és... A lánykának ideje sem volt válaszolni, mert rettenetes robaj támad künne pillanatban, és zúgott be a kápolnába. Valami száz lépésnyire a kápolnától a Malcolm tó partja fölött óriási függősziklák egyike zuhant le minden robbantás nélkül, mintha csak annak leválását valaki előre elkészítette volna. A levált szikla alatt víz rohant, valami eddig senkitől sem sejtett mélységes üregbe. Kevés vártatra a sziklaomladék között egy csónak tűnt fel, erős kezek hajtották azt a tószínén előre. A csónakon zilált hajó aggember állott. Sötét barátsuha volt rajta, míg hosszú ősz szakála a mellét verte. A kezében déliféle biztosító lámpát tartott, melynek elkülönítő érc hálója mögött égő láng csillogott. Ugyanakkor az ag erős hangon fölkiáltott. A bányalék, a bányalék, jaj nektek, minnyájatoknak, jaj! És e pillanatban érezhető volt már a kettős szénsavas hidrogén sajátos gőze, amint szétáradt a levegőben. A lezuhant szikla ugyanis egy óriási, úgynevezett szélzsákot nyitott fel, mely rengeteg mennyiségű robbanó léggel volt tele. A föltárult üregből öt hat légkömnyi nyomással tólult ki a bányalég, és terjengett a sziklaboltozat felé. Az agember ismerte azt a szélzsákot, és most indulatosan részt ütött rajta, hogy annak tartalma a bánya üreg levegőivel robbanó gázzá legyen. Jim Stars még néhányan mindjárt kezdetben a kápolnából a tópartjára rohantak. Ki a bányából? Meneküljetek! kiaválta a kápolna ajtajából a mérnök, aki nyomban felismerte a rettenetes veszedelmet. A bányalég, A bányalég, ismétli a rettenetes algő, miközben egyre előbbre hajtott a tóvizén csónakját. Heri sietve tuszkolta ki a ráját, atyát, anyját a kápolnából. Meneküljetek! Ki a bányából? ismételte James Starr. Csak hogy már késő volt menekülni. A vénszilfax készen állt utolsó fenyegetését beváltani, készen állt Harry és Nell egybekelését megakadályozni úgy, hogy Cole City összes lakosságát a bányaromja jelát Feje fölött lebegett, fekete foltos, fehér tollazatú óriási harfangja. Egy férfi vetette magát ekkor a tóvizébe, és sietve úszott a csónak felé. Jack Ryan volt. Minden erejét megfeszítve igyekezett elérni a tébolyodottat, mielőtt az pusztító művét befejezhetné. Szilfax észrevette közeledését, összetölt a lámpája üvegét, és kiragadta annak égőbelét, azt a levegőbe tartotta. A halál csendje áradt szét az eliszanyodó közönségen. James Starr is elfásultan várta a kikerülhetetlen robbanást, amely véget vett új De semmi sem történt. Szilfax eltorzult ábrázattal vette észre, hogy a könnyű lég nem az alanti rétegek helyett, a szikleüreg magasán gyülemlik. Hanem akkor Szilfaxnak egy intésére a harfan karmai közé kapta a gyújtóbelet, és kezdett szállani vele fölfele, amit régen szokta volt a Doharbánya bánya galériáiban. Szállt, és amerre neki az öreg ujjával mutatott, még néhány pillanat, és újabb elfoly elveszett. Nelekor kibontakozott Harry karjaiból. Nyugodt lélek jelenléttel sietett a tópartjához, egészen a víz szélé. Harfang! Harfang! kiáltott csengő hangon a madárra. Ide, Ide hozzám! A hang által Meglepődve tétovázott egy pillanatig a hűmadár. hanem aztán hirtelen fölismerte Nell szavát. Karmai között az égő belet a tóvizébe ejtette, és keresgélő nagy ívröpülés után Nell lábaihoz szállt alá. A sziklaboltozat magasában összeömlött robbanó lég még érintetlen maradt. Egy rettenetes kiáltás hangzott fel erre a sziklaboltozatban, az volt az öreg szilfax utolsó hangja. A pillanatban, amikor Jack Ryan már a csónak szélébe kapaszkodott, az öreg a tó vetette magát, miután bosszújának meghiúsulását látta. – Mentsétek meg! Mentsétek meg! – kiáltott esdeklő hangon Nell. Esdeklésére Herr is a tóba vetette magát, gyors úszással elérte Jack Ryant, és többször a víz alábukott. De minden erőködés hasztalan maradt. A Malcolm tóvize nem adta vissza többé zsákmányát. Hullámai örökre összecsapódtak az öreg szilfax